június 21-én indult meg a próbajáratok sora az Etele út, Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás közti új szakaszán az egyes villamosnak. Az utasszállítás egyébként várhatóan július közepén indul majd meg. Még mielőtt azonban megindulhatna a közlekedés az egyes villamos új szakaszán, még lesz egy nagyjából egyhetes karbantartás. A Puskás Ferenc stadion és a Népliget megállók között a kimaradó szakaszon egyébként pótlóbusszal lehet majd utazni az egyes villamosok helyett, illetve az Etele út, Fehérvári út és a Népliget, valamint a Puskás-Ferenc stadion és a Bécsi út, Vörösvári út között pedig villamos fog majd június 29-től július 7-ig, tehát karbantartás miatt közlekedni az egyes villamos vonalán. Ahogy ennek vége, utána pedig rövidesen majd átadásra kerül az egyes villamos új szakasza, az Etele út, Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás között. Június 15-től a 4-es és a 6-os villamosok vonalán felújítási munkálatok kezdődnek. A 4-es villamosok helyett a Korvin negyedtől Új-Buda központ metroállomásig, míg a 6-os villamosok helyett Móricz Zsigmond körtér és Korvin negyed között pótlóbuszokkal lehet utazni.
A Csepel, Pest, Erzsébet és Soroksár felől a belvárosba tartó utasoknak a BKK a 2-es villamos igénybevételét javasolja a 4-es 6-os felújítása alatt. Egyébként a felújítás ideje alatt és egyébként egész nyáron a megszokottnál sűrűbben közlekednek a 2-es villamosok. Ezzel biztosítják tehát a gyorsabb eljutást a Poráros tér irányából a belváros felé. Június 15-től tehát a Korvin negyed és a dél-budai végállomások között nem közlekedik a 4-es 6-os villamos, viszont július 7-től már a Szélkámán tér és a Margit híd budai hídfője között sem fog közlekedni a villamos, tehát a 4-es és 6-os villamosok közlekedése 2019. július 7-től, várhatóan szeptember 1-jéig a Margit híd budai hídfő és a Korvin negyed közti szakaszra fog korlátozódni. Közlekedés a fogaskerekű vasút első szakaszán a mai Városmajor és Svábhegy állomások között. Bár a teljes szakasz, vagy a teljes vonalat kicsit később adták át, azonban az igazi megnyitási évfordulónak mind a mai napig ezt a június 24-i dátumot tekintik. Ugye 1874-ben, tehát 145 évvel ezelőtt ezen a napon délután 4 órakor indult meg a közlekedés. Ekkor indult az első szerelvény föl a svábhegyi, most már csak közbenső állomásig, akkor még végállomásig. 2019-ben is, ahogy már a korábbi években megszokhattuk, nosztalgia szerelvény közlekedett ezen az évfordulón. Az erről készült felvételek a Városmajori végállomáson az első szakasz megnyitásakor végállomásként funkcionáló Svábhegyen, valamint az erdei iskola megállónál készültek.
újabb retro járatok és retro járművek közlekedtek a júniusi hónapban, és ennek köszönhetően újra végállomásként funkcionált a Bornemisza tér. Újra közlekedett tehát a Bornemisza tér és a Nyírpad. És június 8-án még egy nosztalgia járat volt, igen, különleges az eddigiekhez képest. Az N2-es korábbi Duna villamos vonalán bemutatkozott utasokkal a fedélzetén a 1233-as bengáli, amit egyébként nagy büszkeséggel tölt el, hogy elsők között a magyar videósok közül elsők között lehettem, akik levideózták próbajárat során. Na most ez a járat, ez a villamos végre utasokat is szállított, sőt, júniusban még ezen a nosztalgia meneten kívül egy fotós menetet is teljesített.